Tisztelt államtitkár úr, kijelenthetjük, hogy rekordméretű munkaerőhiány sújtja ma Magyarországot. Egyre bővül azon szektorok száma, ahol súlyos nehézségek vannak, nincs elég szakember. Szociális ellátórendszer, egészségügy, műszaki végzettséget igénylő szakmák, kereskedelem, vendéglátás, és ezen területek száma egyre csak bővül. A kivándorlás és a munkaerőhiány egyik fő oka az alacsony bérszínvonal. A kormány a munkaerő alapú társadalom megteremtésére a közmunkaprogramot látja legnagyobb megoldásnak, de ettől még a fiatalok nem fognak Magyarországon maradni, hiszen a számok makacs dolgok. A mostani fizetéseikből ők nem tudnak megélni. Nézzünk csak egy példát, egy átlagos vidéki pályakezdő kiadásait, aki Budapestre szeretne jönni dolgozni. Ha egyedül szeretne költözni egy garzonba, akkor 110-130 ezer forintot kell kifizetni a rezsivel együtt. Ha egy 2,5 szobásba költözik barátaival, akkor körülbelül 75 ezer forintból rezsivel együtt meg tudja úszni. Nézzük a háromszori étkezés, 80 ezer forint, csak 2500 forinttal számoltunk naponta. Telefonszámla mobil internettel, átlag 8 ezer forint. Egy BKV bérlet 9500. Otthon internet kábel TV-vel körülbelül 8 ezer forint havonta. Vegyi áru kozmetikumok vásárlásra is kell félretenni a pénzt, ezt 10 ezer forintra számoltuk. És akkor még csak az ember félretesz egy kicsit ruhára, cipővásárlásra havi 10 ezer forintot, és rögtön ott vagyunk, hogyha egyedül szeretne lakni egy lakásba, az 255 ezer forint nettóba kerül. 255 ezer forint nettóba. Hogyha mondjuk közösen lakik valakivel, akkor 205 ezer forint nettóba. Tudják, ezek a fizetések csak álmok a mai fiatalok nagy részének pályakezdőként. És akkor még ugye nem is beszéltünk arról, hogy diákhitelt kell fizetnie, ha esetleg autója van, azt is valamiből, ha hobbija van, azt is valamiből, ha egy picit szórakozni szeretne, azt is valamiből, és még a szüléhez sem tud haza utazni vidékre, mert ugye nem tud ennyit keresni. Az a kérdésem lenne, hogy 6 év kormányzás után nem gondolják, hogy szégyen, hogy egy pályakezdő fiatalnak, ha Budapestre költözik, az az egyetlen egy megoldása van, hogy vagy éhen hal, vagy elhagyja ezt az országot. Várom válaszát. Köszönöm, képviselőasszony. Az interpellációra Cseresnyi és Péter államtitkár úr válaszol. Öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Nem szeretnék abba a stílusba és abba a hangnembe válaszolni önnek, amivel itt befejezte az interpellációját. Azért érdekesnek tartom azt, hogy egy vidéki képviselőasszony Budapesttel példálózódik, mint hogyha csak Budapesten lennének álláshelyek, vagy álláskeresők, mindenki, mindegyike Budapestre akarna elhelyezkedni. Vidéken is van életképviselőasszony, és vidéken is keresik a munkaerőt, és vidéken is el lehet helyezkedni, és talán még az élet is olcsóbb. És ahogy a számok bizonyítják, kár, hogy nem figyelt a napirend előtti hozzászólásokhoz, a számok is bizonyítják, az elmúlt években jelentős eredményt sikerült elérni a foglalkoztatásban. De ön elsősorban a fiatalok foglalkoztatásával foglalkozott. Hadd mondjak néhány olyan számot, amit úgy látszik, hogy nem vett figyelembe, vagy elkerülte a figyelmét akkor, amikor az interpellációjára készült. Néhány statisztikai adat tehát. 2010-ben, amikor önöktől átvettük a kormányzást, a 15-24 éves fiatalok foglalkoztatási aránya 17,7% volt, míg jelenleg, tessék figyelni, 27,4%-os, ami igen jelentős 10% pontnyi javulást jelent. Ha a következő korcsoportot nézzük, a 25 és 29 év közöttieket, ott is rendkívül dinamikus ez a növekedés, hisz 64,1%-ról 75,1%-ra növekedett ez az arány. Tehát ennyivel többen dolgoznak ebben a korosztályban. Ha jól számolom, de cáfoljon meg, ha nem, ez 11% pontnyi növekedést jelent. Tehát korom eredménynek tartjuk azt, hogy ezek a fiatalok mind, akik ezt az aránynövekedést mutatják, ezek a magyar fiatalok mind itt Magyarországon helyezkedtek el. Úgy látszik, hogy ön annak drukkolt volna, hogyha nem itt találják meg a munkahelyüket. Azt hiszem, hogy ezek a számok önmagukért beszélnek, de nem véletlenül alakultak így, hanem azoknak az új intézkedéseknek és programoknak eredményeképpen, amit 2010-től folyamatosan vezettünk be. Ezek közül néhányat hadd említsek meg, amit jó lenne, hogyha figyelnének, lapoznák ennek tartalmát és a hatásait is figyelnék. Például
munkahelygarancia, első munkahelygarancia programot indítottunk 2012-ben. 2013-tól jelentési járulékkedvezménnyel segítjük a fiatalok hazai foglalkoztatását a munkahelyvédelmi akció keretén belül. Ezen kívül az ifjúsági garancia program keretén belül 180 ezer fiatal munkába vonó bevonását, vagy a munkaerőpiaci elhelyezkedését segítjük. Tehát egy csomó olyan intézkedés született, amelyet ön talán nem véletlenül kifelejtett a felszólásából. Azt mondja, hogy az átlagbérekből nem lehet megélni. Szeretném tájékoztatni arról, hogy a nettó átlagbér reálértéke 2010 és 15 között 15%-kal, valamivel több mint 15%-kal növekedett, és nem számoltuk ehhez még a tavalyi év és az idei év közötti 7,5%-os reálbéremelkedést, ami ezt jelenti, hogy körülbelül 22-23%-kal emelkedett 2010 óta a reálbér. Úgy látszik, hogy ezt is elfelejtették. És ezek után, amit az előbb itt felsoroltam, felvetődik a kérdés, tisztelt képviselő asszony, hogyan lehetett Magyarországon az átlagbérből akkor, amikor önök voltak kormányon megélni, akkor, amikor a reálbér onnét emelkedett idáig, akkor miért nem tették fel a saját kormányoknak ezeket a kérdéseket, és miért nem intézkedtek annak érdekében, hogy ez így alakuljon? Tehát a reálbér jelentős mértékben emelkedett, és folyamatosan emelkedni fog. Úgy látszik, hogy azért kiabálnak, mert tények zavarják önöket. Én azt szeretném, hogyha a tények vizsgálatával és megalapításával nem vitatkozva szólnának legközelebb a foglalkoztatáshoz, a bérek emelkedéséhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és remélem elfogadjátok a válaszomat. Megköszönöm. Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Kérdezem, képviselőasszony, elfogadja az államtitkári választ? Öné a szó. Államtitkár úr, a vidéki fiatalok nevében nem tudom elfogadni a válaszát. Tudja, mennyit keres Matolna megyébe átlagfizetésbe egy fiatal? 100-120 ezer forint nettót. Abból nem, hogy megélni nem lehet, de családot tervezni biztosan nem lehet. Felháborító az a stílus, amit maga előad. 6 év kormányzás után, amikor önöknek itt volt a lehetősége, 500 000 fiatal elhagyta ezt az országot maguk miatt, 6 éves kormányzásuk hibái miatt. A vidéki fiatalok nem tudnak mit kezdeni, csak az, hogy vagy Budapestre jönnek dolgozni, vagy a nyugati megyékbe mennek el dolgozni. Éppen ezért államtitkár úr, én azt javaslom önnek, menjen vidékre, nézzen a fiatalok szemébe, és mondja nekik azt, hogy gyerekek, simán meg lehet élni abból a pénzből, amit kerestek. És tudja, mi a nagyon szép államtitkár úr? Én is. És tudja, mi a szép nagyon államtitkár úr, hogy a közmunkásoknak diplomával 70 ezer forintot odaadnak, miből éljen meg egy falusi diplomás fiatal? Köszönöm szépen! Tisztelt országgyűlés! Képviselő asszony nem fogadta el az államtitkári választ. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja azt, kérem, szavazzanak! Igen, én már kihúztam magamnak. Kimondom a határozatot.